Kim Kardashian rengeteg rengeteg fotót tölt fel a közösségi oldalára, a különböző fonatokkal láthatjuk csodálatos hajkölteményeiben. És nekünk most valaki meg fogja mutatni, hogy mi ezeknek a technikáknak az alapja. Gazdag Adrián, üdvözlünk a műsorban. Sziasztok! Hát csodálatos fonatokat kifitettél már elő nekünk. Igen, mondjuk nekem ez a piros, narancssárga barack, nem tudom, ez egy picit erős. Elkaptál? Igen, de egy fesztivál szezonban minden belefér. Milyen fonás láthatunk most, Adrián? Hát elvileg ez egy holland fonásnak hívják, és ezt piros póthajjal és a saját színével pótoljuk vastagabbra, hosszabbra. Igen, látom, hogy gyönyörű az alkotás, viszont ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy kislányodnak is ugye gyönyörű fonatot készítettél már. Figyelj, te egyébként az asszony mindenhol elkísérett? Nem, sehova, én egyébként tényleg nem. Ő neki azért nincs most póthaj a hajában, mert citromsárgát szeretett volna bele, és most így nagyon szép azt lett most nem tudtam neki belemenni. Ezeket a póthajokat ezt úgy kell elképzelni, hogy külön fonod hozzá ugye a hajához. Igen. Tehát, jaj, de hát gyönyörű lett az övé is. Nekem maximum a fülemhez lehetne ilyet akasztani vagy kötni. De mindenképpen ugye segítség kell, ezt az ember nem tudja otthon magának elkészíteni. Hát én is meg tudom csinálni magamnak póthajjal is, de nyilván a technikájára, hogyha rájön az ember, akkor úgy bármit lehet. Mikor jött ez pontosan divatba? Meddig ez tartós egy ilyen fonat? Hát a baba hajaktól függ, meg az, hogy mennyire, hány sávba fonjuk, hogyha ez a két coffos, póthajas megoldást kéri a vendég, akkor egy hétig is bírja a haj szépen, amíg szép. Mennyi ideig tart? Mondjuk a kislányod esetében egy ilyen fonat? Mennyi idő megcsinálni? Az ő esetében egy óra, másfél. És egy nyugodtan ül? Mennyire végig? Futok utána, igen. Ja, hogy utána futsz. Hát, igen. Felveszem a fésűt. És köszönöm. Meddig lehet, hogyha valakinek így elkészíted a haját, akkor meddig lehet így viselni? Egy hétig szép. Mondjuk és a baba hajaitól teljesen, tehát nem nincsen kellemetlen érzése az embernek, hanem teljesen hozzászokik így a napi viselethez is? Szerintem amúgy a lányok megbarátkoznak azzal, hogy jól áll nekik, és mindenkinek ilyen van, úgyhogy így elviselik. Nem tudom. Ki pedig én 15 éve hajat fonok, és most kattantak be a csajok. Hát azért, mert ugye a Kim Kardashian állítólag ő az volt. Szeretném megkérni a kollégáinkat, a fodrászokat, hogy holnap fonjuk berék a haját. De én már előre féltem, mert már tudtam, hogy valamit menjünk. Miért? De ilyen kettes szomba. Jó. Kislányosba. Na jó. És te is érzed különben annak a szelét, hogy amióta több sztár hordja így a haját, nagyon. Sokkal többen kérik tőled ezt a frizurát? Igen. Másolunk a trendeket. Én megcsinálom, szeretem. Mindenkinek kielégítem a vágyait, hajfonás terén, úgyhogy így... Viszont ez szerintem pont a te színed, de színek, tömkelege. Nem fogjuk kipróbálni. Így van, viszont nagyon szépen köszönjük.